Korábban decemberben már beszámoltunk önöknek egy készülő francia törvénytervezetről, amelyet liberális baloldali képviselők nyújtottak be az abortusz megakadályozása céljával működtetett úgynevezett pro-life honlapok tevékenységének bűncselekménye nyilvánítása miatt. A mostani sajtótájékoztatóján szeretnénk beszámolni a francia demokrácia nem túl fényes állapotáról, hiszen 2017. február 16-án második olvasatban a szenátus javaslatait is felülbírálva véglegesen elfogadta a nemzetgyűlés a javaslatot. A törvényjavaslat akár 2 év szabadságvesztéssel, illetve 30 000 eurós bírsággal is sújtaná az úgynevezett törvényszegőket. A törvény bűncselekménye nyilvánítaná a szerintük hamis és torzított információkat tartalmazó internetes oldalak üzemeltetését. Ezeknek az oldalaknak szerintük az a célja, hogy tudatosan és hamisan félrevezessék az abortusz tervező nőket, és lelki nyomást gyakoroljanak rájuk. Felháborító, hogy jelenleg is a francia állami internetes oldalak kizárólag abortusz propagálnak, mint egyetlen megoldást a felmerülő, szerintük problémára, a felvilágosítást kérő nők számára. A francia hivatalos orgánumok nem is említik az embrióra vonatkozó emberi jogokat, illetve a felvilágosító oldalakon sosem említik a gyermek, az embrió, illetve a magzat kifejezést. Franciaországban megszűnőben van a demokrácia, elkezdték felszámolni a szólás és véleményszabadságot. Az a kormány, melynek hónapjai vannak csak hátra, zászlójára tűzte a véleményterrort. Mivel kormányozni nem tudtak, a választásokon vesztésre állnak, így egy eszközük maradt. Már az egész politikai programjuk csak egy elemből áll, korlátozni azokat, akik nem úgy gondolkoznak, mint ők. Lorenz Rossignol, családügyi miniszter, bár ezek után azt hiszem ezt a titulus nem érdemli meg, a szenátusi vita során kijelentette, az abortusz nem szakítja meg senkinek az életét, a valódi áldozatok csak a nők. Felháborító, demagóg mondatok, botrányos törvény. A világ változik, a liberális terror megfélelmítésére és a kényszeredett politikailag korrektségre egyre többen mondanak nemet. Egy süllyedő hajó egyik utolsó próbálkozásai ezek. Ezek azok a politikusok, akik egy csapatban játszanak Gyurcsány Ferenccel, a szocialistákkal. Ha a baloldal újra hatalomhoz jutna, itthon sem remélhetnénk mást, elvbarátaik szívesen segítenének nekik Franciaországból, Belgiumból, Luxemburgból, Hollandiából vagy épp a skandináv államokból. Ki kell mondani, hogy a francia elit szembe megy az európai értékekkel, felszámolja a véleményszabadságot, és a legrosszabb náci, kommunista időket idézi. Franciaország tehát a diktatúra útjára lépett. Felkérjük az emberjogi fundamentalista szervezeteket, mint az Amnesty vagy a Helsinki Bizottság és egyéb szervezeteket, hogy szólaljanak fel a botrányos korlátozás ellen, eddig nem nagyon hallottuk őket a témában. Hiszen ők minden családpolitikai intézkedésnél, vagy épp a médiatörvénynél képesek aggódni Magyarországért, de úgy látszik a kettős mérce náluk alapkövetelmény. Franciaországban az egész törvénykezési folyamatot álszent módon az emberi jogok, a tolerancia, a liberális értéksemlegesség jegyében a nők helyzetére, jogaira hivatkozva vitték végig, pedig a teljes megismerés pont a nők érdeke. Ők az abortusz promotálják, még a veszélyeire, következményeire, legyen az lelki vagy testi, a nevelőszülőkre, különböző lehetőségekre tilos felhívni a figyelmet, tilos krízis tanácsadást működtetni. A francia jobbközép győzelme esetén eltörölni ezt a jogszabályt, de fontos felhívni a figyelmet, hogy a szélső jobb nemzeti front nem valószínű, hogy hozzányúlna a törvényhez. Ne legyenek illúzióink, sem itthon, sem külföldön, a szélső jobbot pár centiméter választja el a szélső bal nézetektől. Tőlük nem várhatunk semmi jót. Magyarországon pont a magzat és családvédő civileknek is köszönhetően a családbarát intézkedések, a közgondolkodás megváltoztatása és a kormány családpolitikának eredményeképpen közel 10 000-rel csökkent az abortuszok száma, ha a 2010-es és a mostani számokat megnézzük, összevetjük. Soros György és az általa gründolt civil szervezetek elégedettek lehetnek. Újabb helyen sikerült egy lépést tenni a családok szétveréséért. Európa szerte az abortusz és a korlát nélküli bevándorlást hirdetik, tucatjával vásárolnak meg politikusokat és civileket. Ideje lenne a politikailag korrekt, demokrácia ellenes véleményterrort abbahagyni. Ideje lenne felismerni, hogy a többség biztonsága fontosabb a kisebbség vágyainál, a nemzeti szuverenitás fontosabb a multikultinál, és az emberi élet fontosabb az emberi jogoknál. Azt gondoljuk, hogy Magyarország mostani problémája, egyik legnagyobb problémája a demográfiai helyzet.
Azt gondoljuk, hogy egy egyetemnek, kutatóiknak az erőforrásaikat arra kéne szánni, hogy Magyarország jövőjével foglalkozzanak, Magyarország jövőjére neveljenek ki embereket, fiatalokat, a jövő vezetőit, orvosait, mérnökeit, bölcsészeit, bármilyen szakmában is legyen ez. Azt gondolom, hogy a Gender Studies, mint egy mesterképzés elindítása, semmiben nem járul hozzá Magyarország jövőjéért, nem hasznos a magyar társadalom számára. Ahogy lejeztük is a levélbe, ezeket az erőforrásokat inkább egy demográfiai intézet, egy családbarát intézet felállítására kellene fordítani.